szalonnás lepény, soskifli és kútkifli, kertpogácsa és sánk, vagy éppen császármorzsa. Édes és sós sütemények, amelyek gyakran kerültek a takarékos svábok asztalára. Miközben arról beszélgetünk, hogy milyen is volt egykor a nagymama által vezetett konyha, milyen ételeket ettek, Rupáner Gallé Margó egy gyorsan elkészíthető, laktató és finom tészta ételt süt, amit nagymamája Ajrös Tercnek nevezett. Sváb megnevezése ennek az ételnek. Apukámnak nagy kedvenc, rendszeresen készítette neki. Szükségünk lesz hozzá 3 tojásra, 3 evőkanál, vagy egy negyed bögre kristálycukorra, egy csipet sóra, 1,5 bögre lisztre, 1 evőkanál zsiradékra, illetve majd a tálaláshoz porcukorra és lekvárra. Ja, és el ne maradjon a 3 deci tej, ami 1,5 bögre, ha bögrével mérünk. 2 félét is szoktam készíteni. Az egyik az, amit hát itt leggyakrabban Magyarországon hagyományosan készítünk, az ugye búzadarával készül, illetve van ugye az osztrák verziója, ami viszont ehhez nagyon-nagyon hasonlít. Annyi, hogy abba gyakran kerül vaj is a tésztába, ebbe most nem fogunk tenni, csak a sütéshez használunk zsirodékot. A takarékosság és az egyszerűség, ami egyébként ezt a konyhát nagyon jellemzi. Ugyanúgy, ahogy a nagymamám is mindent úgy készített, hogy azt tudni kell, hogy itt nincs pazarlás, kislányom. Maradék nem maradhat sose, tehát ő tényleg mindent mindig felhasznált. Ha megmaradt a paprikás krumpli, másnap tri készült belőle. Ha gombóc maradt meg, akkor másnap az reggelire meg lett pirítva. Mi az a tri? A pri, hát itt kétféle is van, az egyik, amit itt a disznótorokon hagyományosan készítenek, viszont a mama, ami prit készített, azt úgy kell elképzelni, hogy megmarad a paprikás krumpli, és másnap, mint egy ilyen ecetes krumpli főzelékké átvarázsolódik, bele van ütve egy 2-3 tojás, amilyen buttyantott tojásként megfő ebbe a főzelékbe, és egyébként nagyon-nagyon finom. És én gyerekként mindig mártogattam kenyérre. Az emberek nem látnak a gyomrodba, de a gallérodra igen. Tartja a sváb közmondás. A svábok takarékosan és leleményesen, olcsó alapanyagokból is finom ételeket készítettek. A most készülő császármorzsa is ilyen egyszerű, olcsó és laktató finomság volt. Végeredményben egy ilyen habkönnyű masszert fogunk kapni, ami egyébként nagyon-nagyon hasonlít az amerikai palacsintának a tésztájára. Ez már nagyon régóta tervben volt. Gyakorlatilag ezeken a recepteken nőttem fel a nagymamámnál. Ő már nincs velünk sajnos, és hát hiányolom nagyon ezeket az ízeket. Így most összeszeregettem már nagyjár, de még nagyon sok tervem van, amiket elő kell varázsolni. Régen zsír volt, és szerintem ahhoz, hogy ezek az ételek olyanok legyenek, mint régen voltak, ahhoz a zsír szükséges. Egy egész másmilyen ízélmény, ízhatása van. Van, aki egyébként villával egész apróra töri, tehát azt is lehet. A nagymama nálunk, az én nagymamám, ő ilyen icipicire csinálta, tényleg morzsa volt. Mi szeretjük, hogyha picit ilyen nagyobb darabok is vannak benne. Egyszerű maga az étel, de a sütés részével lehet mellé fogni. Nekem sikerült már. Rupáner Gallé Margó úgy tartja, hogy őriznünk kell a családi recepteket, mert továbbadhatunk velük egy fontos kincset, a hagyományt. Ezért határozta el, hogy összegyűjti azoknak a sváb ételeknek a receptjeit, amelyeknek ízére még jól emlékszik nagymama konyhájából.